Magyar Gábor a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ideális hely, így kezdődtek a híradások, meg hogy nem csak egy ilyen van. Én el nem tudom képzelni, hogyha van egy olyan ország, egy távoli, ott a gyönyörű, szép vidéken, ahol még magyar közösség sincs, magyar diplomácia sincs, hogy lehet ráakadni valakire, nevezetesen Marcsi nénire, és akkor hogy lehet intézni a hazahozatalát? Vagy ez csak ilyen elképzelni nehéz, de egyébként tök egyszerűen működnek az ilyen kiadatási eljárások még olyan országokkal is, amelyekkel nincs egyezményünk? Hát két kérdés van. Az egyik, hogyha a célpontot kellene választani a valakinek, aki a törvény elől menekül, akkor tulajdonképpen Belize ebből a szempontból nem volt egy rossz ötlet, tehát ön helyesen mondta, tehát nincsenek magyar érdekeltségek, magyar turisták sem nagyon, nincs helyi magyar közösség, diplomáciai képviselet sincs a közelben, és egy plusz hozzáadott érték, hogy nincsen nemzetközi bűnügyi jogsegély egyezményünk sem. Tehát ebből a szempontból az összes szempont figyelembevételével jó választásnak tűnt. Ott rontott el a hölgy, ha szabad ezt mondanom, hogy elkezdett a helyszínen is bűnözni, tehát nem volt az elég. Istenem, de... Magyarországon lelépett némi készpénzzel, hanem miután elfogytak a anyagi erőforrásai, helyben próbált jogellenes eszközökkel pénzt teremteni. Tehát valaki gyakorlatilag elmenekült egy olyan helyre, ahol nagy esélye volt arra, hogy soha nem fogják megtalálni. Aztán a helyszínen, nem tudom, Jack Sparrow-val elkezd piramisjátékot űzni, ott lebukik, még mindig nem tudom, hogy jönnek rá, hogy ezt a nénit Magyarországon is keresik. Egyszerűen mondjuk az okmányai alapján akkor hiába nincs együttműködés, csak lefuttatják valamilyen nemzetközi programon? Hát ő annyira nem szofisztikáltan csinált ezt a dolgot, hogy a saját adataival, tehát saját nevén játszotta ezt a játékot, tehát nem volt egy másik identitása, nem voltak hamisított úti okmányai például. Nem volt olyan ügyes, mint Faraón, aki mondjuk megváltoztatta a születési dátumát, és már át tudta vágni a magyar hatóságokat. Hát lehet, hogy nem volt elég rutinos a hölgy, vagy nem nézett utána, hogy a nagyok ezt hogyan csinálják, de úgy tűnik, hogy egy hát piti módon járt el ebből a szempontból. Kár volt ott bűncselekményeket elkövetni. Egyébként a történet úgy indul ugye Magyarország szempontjából, hogyha valakivel szemben felmerül az alapos gyanú, hogy ő bűncselekményt követett el, akkor ugye büntető eljárást kezdenek. Ha mondjuk még vádat sem emeltek, csak szeretne vele beszélni a hatóság, hogy hát meggyanúsítsa egyáltalán. De nem áll rendelkezésre, mert nem tudjuk hol van, tehát ismeretlen helyre távozott, akkor első körben ugye megpróbáljuk őt az országban megtalálni, tehát egy körözését rendelhetik el, illetve hát egy országos elfogató parancsot lehet ellene kiadni. Utána lehet tágítani a kört, lehet európai elfogató parancsot is kiadni, és hogyha ez mind eredménytelen marad, akkor lehet nemzetközi elfogatót kiadni. Ennek legcélszerűbb eszköze ugye az Interpol, ami egy ilyen nemzetközi rendőr együttműködési szervezet, és van az úgynevezett ilyen vörös figyelmeztetésnek hívják, ami az interneten tulajdonképpen bárki számára megismerhető, és akinek a neve mellett egy ilyen vörös jelzés megjelenik, akkor az összes... És ő ilyen vörös volt? Én úgy tudom, hogy igen, tehát így is keresték őt a magyar hatóságok. De várjon, most Belizben, ahol nem tudom pontosan mit csinált, ott is kicsit így valami ilyen piramis játékot kezdett el a hírek szerint, de nem tört ki ilyen eszement nagy botrány, mint nálunk, tehát nem volt mit 1000 vagy több ezer károsult, mert az egész szigeten nincsenek talán annyian. Na mindegy is, tehát hogy valaki egy kicsit megbukik, hogy valami bűncselekmény félét hajtott végre, azt azonnal ezek szerint megnézik, hogy nem keresik-e őt vörös jelzéssel a világon. Ez egy rutin, hogyha valaki ugye a hatóság látókörébe kerül, de elég ehhez egy egyszerű közúti igazoltatás is adott esetben, aha, hogyha lelkiismeretes a rendőr, akkor a személyes adatait ugye le fogja kérdezni. Valahogy Belizben ez lehet, hogy jobban megy. Tehát nálunk tényleg egy születési dátummal el lehet ittem lavírozni. Azt mondom, hogyha valaki túl nagyra nő, akkor már akkora nagyjá válik, hogy nem fér rá a radarképernyőre, és így a hatóságok nem tudják megtalálni. Hogyha valaki elég kicsi, akkor ugye könnyebb elkapni. Lehet, hogy ilyen egyszerű oka van ennek. Van új nyomata, és valakinek meg nincs. Lehetséges, tehát mindenfélét látunk már, de a lényeg ebből a szempontból az, tehát hogyha valaki bűncselekményt követel mondjuk Belizen, és a sértettek elkezdenek a rendőrségre járogatni és feljelentéseket tenni, akkor nyilván a helyi hatóság idő után mozgásba lendül, a hölgyet elszámoltatják, megkérdezik, hogy mi az ő neve, elkérik a személyi okmányát, és ez alapján egy számítógépes adatbázisban elég könnyű megkérdezni. És akkor ilyen, hogy nyilván az ottani hatóság értesíti Magyarországot, hogy hát találtunk egy...
broker tevékenységet folytató hölgyet itt. Akit önök keresnek, ezek lásom. Szerint önök keresnek, és a jelentőség ezeknek a nemzetközi egyezményeknek, ebből van ugye, multilaterális, tehát amit több állam írta, van bilaterális, amit két ország egymás között megköthet. Ez nem perdöntő abból a szempontból, hogy jogtechnikailag le tudják-e bonyolítani a hölgy Magyarországra szállítását. Ugye a nemzetközi jog ismeri a viszonosság. Elvileg azt jelenti, hogyha ők kérnek tőlünk valamit, akkor mi ezt lehetőség szerint teljesíteni fogjuk, és ez viszont is, tehát fordított felállásban is működik. És ezek szerint Magyarország és Belize között ez a viszonosság működött. Tudtak egymással beszélni az igazságügyi hatóságok, és nem volt jogi akadálya annak, hogy a hölgyet Magyarországra szállítsák. Nyilván a beliziek örömmel megszabadultak tőle, a magyarok pedig még úgy is keresték, örültek annak, hogy a hölgy látókörükbe kerülhetett. Egyébként szeretném kiemelni a vonatkozásban, hogy ezek a nemzetközi kiadatási eljárások végső soron mindig politikai döntésre vezethetőek vissza. Tehát szemben az európai elfogadó parancssal, ahol csak a jogászoknak van szerepe, a nemzetközi viszonylatban, mondjuk Magyarország és Belize vonatkozásában végső soron az igazságügyi miniszternek kell kimondani a döntő szót, akkor is, hogyha mondjuk egy magyar bíró egyébként kiadta a nemzetközi elfogadó parancsot. Esetleg mondjuk Magyarország, vagy Azerbajdzsán viszonylatában is valószínű így lehet. Igazából, hogy jogilag hogy tudott a hölgy ott is, vagy nem jogilag, hanem ott is elkezdeni egy ilyen, nem tudom, piramis játékot űzni, és viszonylag hamar megbukni, ezt majd ez legyen a belizi hatóságú dolga. Engem viszont az is érdekelne, hogy sikerült valakinek éveken, vagy akár évtizedeken keresztül egy ilyen sufni broker céget üzemeltetni Karcagon, iszonyú sok embert átvágva, és iszonyú nagy pénzzel aztán le is lépve. Hát biztos, hogy volt ennek egy jó története. Tehát ugye a csalás az definíció szerint annyit jelent, hogy meg tudok téveszteni másokat annak érdekében, hogy nekik vagyoni hátrányt okozzak. Tehát jó lehetett a felépése, jó volt a kapcsolati rendszere, ismerte, jó volt a történet, amit a befektetéshez kötött. Na de ez most legfőképpen arra gondoltam, és azért használom a Schumpni Broker céget, ez nem az épületre vonatkozik, értette, hogy itt ilyen pénzügyi felügyelet, tehát senki észre nem vette, hogy van Marcsi a főtéren, és nála lehet forgatni a pénzt. Hát nyilvánvaló, hogy ugye az illegális tevékenység, ez ő nem kért engedélyt, tehát ilyen formában ugye nem volt a felügyelet látókörében. Ez teljesen természetes, tehát ebből a szempontból nem kárhoztatnám én a pénzügyi felügyeletet, ugye mai nevén ugye Magyar Nemzeti Bankot. Az, hogy valaki bűncselekményeket követ el, az ellen a nyomozó hatóságnak kell elsősorban ugye fellépnie. Ha már felügyelet és Nemzeti Bank, jó pár héttel ezelőtt, vagy most már egy hónappal ezelőtt is volt egy írás HVG-n arról, hogy hát a károsultak vagyon, és a brókerbotrányokról és a nagy brókerbotrányokról beszélünk, a károsultak vagyonát ugye jó időre zár alá vette az állam, de úgy tűnik, hogy például az egyik illető az simán árulhatja a budai villáját, aki gyanúsítottként érintett az ügyben, meg hogy azokkal a vagyontárgyakkal, amiket zár alá helyezett az állam, hogy azokkal mi lesz, hogy abból a károsultak mikor kapnak valamit, ez még ilyen nagyon-nagyon homályos. Lehetne azt mondani, hogy vannak jogtechnikai problémák, hogy nem készült el az a kormányrendelet, ami pontosan ezt a zár alá vett vagyon kezelésével kapcsolatos feladatokat szabályozni. Egyébként megjegyzem, van egy 1949-es kormányrendelet, amit véletlenül elfelejtettek hatályon kívül helyezni, ami pont erről szól, de nem hiszem, hogy a magyar jogalkotó a végrehajtási törvény módosításakor erre gondolt volna. Arra talán mindenki emlékszik, hogy amikor kitörtek ezek a botrányok tavaly, akkor hirtelen felindulásból az országgyűlés módosította a büntetőeljárási törvényt, igen, és hozott egy ilyen külön szabályt az zár alá vételről, igen. Hogy amikor ilyen pénzügyi vállalkozásoknál merül fel a nagy értékre elkövetett bűncselekmény elkövetésének gyanúja, akkor nem csak a gyanúsítottak, hanem az összes cég, illetve a cégben tulajdonosok, illetve bármilyen céges szerepet játszó személyek vagyonát zár alá lehet venni, annak érdekében, hogy később a vagyon elkobzást, illetve a polgárjogi igényt azt tudják kielégíteni. És akkor mi van azzal, aki arra van kijelölve, hogy ezt a vagyont őrizze? Ez egy nagyon izgalmas kérdés, de ennél sokkal izgalmasabb az, hogy tud valaki polgárjogi igényt előterjeszteni. Ugyanis ahhoz, hogy valaki polgárjogi igényt tudjon a büntetőeljárásban előterjeszteni, hogy azt kell, hogy ő sértett legyen. Uh-huh. És ezúton jelzem, hogy a Budakes ügyben mind az ügyészség, mind jelen tudások szerint a bíróság is ezt a sajátos jogi megközelítést
fogadta el, hogy azok az ügyfelek, akiknek a pénze befektetett vagyona nincs meg, ők nem sértettjei ennek a bűncselekménynek, hanem a sértett itt maga a Budakesh, ahonnan valakik talicskával kivitték a pénzt. A cégnek, mint Budakeshnek van egy elszámolási helytállási kötelezettség az ügyfelek felé, de a sértettje ennek a bűncselekménynek nem az ügyfél. Ami számomra nem egy meggyőző érvelés, és nem is nagyon értek ezzel egyet, de amikor sértetti képviselőként próbálunk a bíróság előtt polgárjogiént előterjeszteni, vagy indítványt tenni arra, hogy ezt a bűnügyi zárlatot terjesszék ki, vagy tartsák fönn, akkor lepattanunk a bíróságra, mert azt mondják, tehát kérem, önök ennek a cselekménynek nem is sértettjei. Próbáljuk a bíróságot meggyőzni arról, hogy ez az álláspont helytelen, és ilyen módon tudjuk az ügyfelénket képviselni, hogy teljes biztonsággal hozzájussanak a eltanított vagyonelemekhez, de jelenleg emiatt a jogértelmezési probléma miatt ezt nem tudjuk jelenleg megtenni. Hát vannak gyors dolgok, amik olyan gyorsan tudnak változni ebben az országban, de vannak, amik valahogy mintha le is lassulnának. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm.